benne volt, szóval ennek így kell lennie. Marha jó belőlelni, imádom a zenét, nagyon szeretem a reakciót, amit a gyerekek erre nyomnak, hogy mindenki üvölt, visít, élvezi. Az idei nagy célkitűzésünk, vagy az államutazó tavalyi nagy sikerű előadásait visszahozzuk, egy kicsikét felturbósított változatban, és szerettük volna ennek a fantasztikus tábnak megmutatni azt, hogy ide az Andrássy Élményközpontba milyen programot hoztunk elsőként a Future Park kiállítással. Ezeket a gyerekeket kirángatni a játékokból, ezekből a játékokból elég nehéz, viszont nagyon-nagyon örültem annak, hogy van egy-két srác, fiatal kislány, vagy kisrác, akik nagyon szeretnek, már ott megismerkedtünk az államutatón, ugye ők nagyon sokat jártak oda, és hát egyből megöleltek, meg feltöltöttek. Jó fej. Legelőször ugye a játékkészítő volt, amire elvittük a gyerekeket, és úgy gondoltuk, hogy elmegyünk és megnézzük együtt a család. Ez azóta ilyen hagyományá vált, és most negyedik alkalommal fogunk elmenni. Ez a produkció egy egyszeri alkalomra jött össze, nem terveztük azt, hogy idén is be lesz mutatva, és annyi visszajelzést kaptunk januárban, amikor már februárban arról jöttek a különböző e-mailek, telefonhívások, hogy szabás mintákat szeretnének kérni, hogy koszinusz tanárnőnek, vagy a báránynak a jelmezét kell otthon elkészíteni az anyukáknak. És nagy kihívásunk az Andrássy Élményközpont volt tulipántündér fronton ebben az évben, de azt mondtuk, hogy egyek kutya annyira szerettük, hogy akkor teher alatt nő a pálma, akkor visszahozzuk ezeket az előadásokat, és így december 22-én és 23-án a Bokcsarnokban újra látható lesz a darab. Mikor lesz áll a víz, de lesz-e még az álom?